Bonum TV, Magyarország első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziója. Kérjük, hogy imáival, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a televízió további fejlődését. Yeah.
karátok évszázadokon át, mi is leborgunk előtted, anyánk, és rád tekintünk, Mária, magyarok nagyasszonya, ki egykor elfogadtad Szent István koronáját, és aki néped körében ma is a tiszta szeretet példája van. Hozzád könyörgünk, Krisztus Szent Anyja, segítő jobboddal támogasd korunk emberét, hogy képes legyen megtisztulni a történelem útjának korától, a gőgtől, a kicsinyességtől és a gyűlölettől, amely minden szemben állás formás. Anyai figyelmességekkel kormányoz szívünket, elménket és akaratunkat, hogy őszintén belássuk, mikor és hol vétettünk embertársunk ellen. Bátoríts bennünket, hogy kibonthassuk a bocsánatkérés és a megbocsátás szavát. Esd ki a lélek megújító erejét nemzetünknek, őrködj családjaink békéje, ifjúságunk jövője, apjaink és szerzeteseink hűsége felett. Fájdalmas anyánk, szerető gondoskodásoddal gyógyítsd be sebeinket. Ölej szívedre minden gyenge, kisebbizett, megalázott és jogtalanságot szenvedő embert. Az egyház tagjaiban pedig őrizd meg azt a nyitottságot, amely képes megrendülni mások szenvedése láttán, és tud úgy szeretni, miként azt a fiúdegyre. Mátra veremély szent úti szűzanya, zarándok néped oltalmazója, fakasz életünkben ma is új forrást, amelynek éltető kegyelme enyhíti a szegények nyomorát, új és megtisztult utakat nyit a szomszéd népek és egymás iránti szeretetre. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, fogadd el imánkat, felajánlásokat, és mutasd meg nekünk Krisztust, reményünk egyetlen alapját, aki utunk, igazságunk és életünk. Számtalan jó téteménnyel halmozta meg.
Bent István első királyunk rendeléséből, nagyasszonyoknak és vámszonyoknak tiszteljük a Földön, add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek kelenségben, Isten mindörökkön. Thank you.
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába járt. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, a szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiált: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogatja vissza? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve fölújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjog megváltó Istenünkön. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzetnek. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és fölmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolt a gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amit atyáinknak megígérte Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária még ott maradt, mint egy három hónapig, azután visszatért az utódára. Ezek az evangélium. Különleges búcsút engedélyezett ennek a szentélynek a számára. A
1200-ban pedig a pápa különleges kiváltságként 12 gyógytató papot engedélyezett ezen a kérdéken. Igen nagy dolog volt ez, a számításba veszünk, hogy még Esztergomban is csak 8 gyógytató működött. Ez az apró részlet, nem csupán bajaikban, betegségükben kérték a hívők Isten segítségét és a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hanem tiszta lélekkel akartak Istenre járulni, bűneikből megtérve életüket is meg akarták gyógyítani. Szép kifejezés a keresztény zarándok helyekre a kegyhely szó, hiszen a Thank you.
Szent Atyánka, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk. Nagy hazánk főpásztorainak, apjainak és szerzeteseinek pesti lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országa. Amen.
képviselő Istenünk, felajánljuk feleségednek Jézust, a szentmérdelen bárányt, és arra kérünk, hogy boldogságos szüzenet közbenjárására őseink hitében megerősödjünk, és minnyájan az igazságnak egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eredellel táplálkozunk. Krisztus, az Úr legyen veletek.
íme hitünk szentítő.
Krisztus lelke, tette. Véget ért, menjetek békében.
a Bunum TV-t keresse és kérje kábel szolgáltatójánál.